Élt egyszer egy szegény csizmadia itt ebben a nagy Pest városban, aki semmiképpen sem tudott a mesterségéből meggazdagodni. Nem azért, mintha az emberek összebeszélték volna, hogy ezentúl ne viseljenek csizmát. Nem is azért, mintha a magisztrátus megparancsolta volna, hogy ezentúl a csizmákat fele áron kell adni. Munkát is jól csinált a jámbor. Maguk a vevők panaszkodtak, hogy nem bírják elszakadni, amit ő egyszer megvar. Volt is dolgoztatója elég, fizettek is becsülettel. Ez sem szökött meg kifizetlen álljegyzékkel. És János gazda mégis. Mégis nem tudott zöld ágra jutni. Azért nem tudott tudniillik semmi gazdagságra jutni János mester, mert az Isten olyan különösen megáldotta, hogy minden esztendőben rendszerint született neki egy gyermeke. Hol egy fiú, hol egy lány. És az olyan egészséges volt, mint a mag. Ó, én Uram Isten! Sohajtózik gyakran János mester minden újabb számnál. Amin lőn 6. Lőn 7. Lőn 8. És lőn 9. Mikor lesz már a hosszú sor után punktum? Egyszer azután eljövő a 9., az asszony meghalt. És azután ott volt a punktum. János mester egyedül maradt a 9 gyermekkel a világon. Este van este, szép csendes este, ragyognak rám a csillagok. Nem zúg a szellő a házak mellől, jó anyám, csak rád gondolok. Aggódó könnyes két szemedre, ragyog a szép tekintetedre. Te jutsz eszembe, jó anyám, téged szeretlek igazán. Te jutsz eszembe, jó anyám, téged szeretlek igazán. Kettő-három már iskolába járt. Emeszt öltöztetni, amaszt megmosdatni, és valamennyire keresni. Bizony, édesatyám fiai, ez nem csekély hivatal. Próbálj csak meg valaki. Mikor cipőt kellett szabni, egyszerre 9 cipő. Mikor kenyeret kellett szelni, egyszerre 9 karé. Mikor ágyat kellett vetni, egyszerre az ajtótól az ablakig, az egész szoba, ágy, tömve, dugva, apróbb, nagyobb, szőszke, barna, emberforma fejekkel. Jaj, én Uram Istenem, de megáldottál engem. 9 bíz ez, egész kerek 9-es szám. No, de hála érte a jó Istennek, még nincsen oka panaszra. Mind a 9 egészséges, jó erkölcsű, szép is, jó is, épp kézlábos gyomorral megáldva. És inkább 9 ágy egymás mellett, mint egy koporsó közötte, és inkább 9 darab kenyér, mint egy orvosságos üveg. Az Úristen védjen és oltalmazzon minden érzékeny anyát és apát, akinek egyet el is vesznek belőle. Holnap elviszem ezeket a csizmákat az uraságnak. Holnap karácsony napja van. Hát tudok szerezni nekik egy kis örömet. Köpöd és fényből születtem, ma
hely az emberek szívében, az álmukban élek, nyugalmat hozok.
Havaim karácsony napja. Gyertek, gyorsan rakjunk rendet, amíg papa hazajön. Hadd örüljön! Karácsonyfánk. Az nincs, de Betlehemet azért csinálhatnánk. Mi az a Betlehem? Meséltem már neked a Jézuskáról. Emlékszel? Igen, anya is mesélt. Tudod, amikor a kis Jézuska született, a szülei éppen úton voltak. Bekopogtak sok házba, hogy szállást kérjenek éjszakára, de sehová se engedték be. Végül egy istálóban pihentek meg. Itt jött világra a kis Jézuska. Az édesanyja bepójálta, és a jászolba fektette. Mondjuk ez a kis Jézuska, és te vagy az anyukája. Jó, én leszek Mária. És én leszek József. A környéken pásztorok őrizték nyájukat az éjszakában. Egyszer csak megjelent nekik Isten angyala. Nagy félelem fogta el a pásztorokot, de az angyal megnyugtatta, és elmondta nekik az örömhírt, hogy megszületett a kis Jézus, aki arról ismerhető meg, hogy jászolban fekszik, pólyába takarva. A pásztorok elmentek Betlehembe, hogy megnézzék, mi is történt valójában. Betlehemben megtalálták Józsefet, Máriát és a jászolban fekvő kisdedet. Én is mondjuk... Szilárd leszünk a pásztorok. Amikor a kis Jézuska megszületett, az égen felragyogott egy csillag, az én leszek. Hát te mi más is lehetnél? Te nem leszel csillag, négy csak ketten vagyunk, csatlakozz, hogy legyünk a három királyok. Sa
Sárban fekszik angyalok, pásztorok és három királyok, az égen ragyogó csillagot követve így éneklik nekünk. Mit magyarázhatunk, ha nem figyel? Lesett az első hó, gyere számkozni, de jó! Titkot rejt a hókupac, halli, halli, hó! Gyerek, ó, ember, nézd rám, szeme szénből csillog rám. Orra helyett répa van, mint a dalmi dámon száll. A kis harang, száncsengő, száncsengő, még a szól a dal. Hullahó, hullahó, minden hó fehér, száncsengő, ha vígan szól, itt van már a tér. Volt egy kis leány, nagyon megtetszett nekem, gondoltam, hogy elhívom, hogy szánkozzék velem. Repült velünk a szán, rendeltetett, hogy jött egy csúfos hókupac, és a srác jól leesett. A megrendelőknek. Meghoztam a karácsonyfának valót. Télapó, hozzá nekem a sárga eszkavátort, de a tavaly nem hozta gyert, csak felragadtad a zselefátot! Estét, szent karácsony, az egész nagy világ.
szerencsére hoz nekem vonatot, jaj de jó. Ó ember, táncol az udvaron, létezik anyaga út bizony. Télapó, hozz nekem a kóboly felszerelés, a nájlon cukla! Kívánok, Mariska néni. Hogy tetszik lenni? Jól. Gondoltam, örömet szerez nekik ez a fa. Legalább lesz, mit körbeállnottok, amíg elénekelitek a karácsonyi dalokat. Hát, nem is tudom, hogy köszönjem meg. Igazán egész nap azon rágódtam, hogy hogyan tudnák nekik egy kis örömet szerezni. És akkor szomorodtam el igazán, amikor láttam a boltok kirakataiban azt a sok játékot, incsiklandó édességet. Ám bár hiába nyitottam ki a pénztárcámat, benne csak néhány garas állválkodott. Pedig milyen szervesen megleptem volna a gyermekeimet. De hogy vegyek mind a kilencnek valamit? Hát igen. Vagy mindegyiket megajándékozott, vagy egyiket sem. És megszakad a szívem, mikor arra gondolok, hogy a legalapvetőbb dolgokon kívül más nem jön. Például Dórának nagyon megtetszett egy baba a kirakatban. Annácska pedig egy olyan hintát szeretne, milyen a szomszéd Jancsikájának van, és még sorolhatnám. De nem baj, lényeg az, hogy mi egészségesek vagyunk, szeretetben élünk, és ez nem adatik majd mindenkinek. Hát igen, vagy mindegyiket megajándékozott, vagy egyiket sem. Látod, ezért még sokan irigyelnek is. No, most már nem kell, nekem is fel kell díszítenem a karácsonypát. Nézd, a tiétek már el is készült. Sziasztok! Köszönjük szépen, viszontlátásra. No, gyerekek, mindig vagytok? Egy, kettő, igen, három. Igen. Jó. Mit szólnátok ahhoz, hogyha én megtanítalálok benneteket egy zenére? Tudjátok, hogy milyen nap van ma? Örvendetes nap van. Nem dolgozunk, hanem örvendünk mindannyian. Na jó, jó, csendben. Szép éneket tudok ám én, de ahhoz először szépen sorba kell állni. Nem így, nem így, nem így, nem így. Előbb szépen a kicsikék előre, úgy szépen, úgy. De így, így, kicsikék előre, nagyobbak pedig úgy szépen hátra, úgy. Jó. Előbb én eléneklem én, és utána ti. Jó? Na. Mikor leesik az első hó, újra jégvirág nő az ablakon, szán csengő hangja szól. És eljön a nap, miről álmodunk, mikor szeretetet kapunk és adhatunk. Szép ünnep, vigyázz rám! Egy dallam elkísér minket elkísér.
világot fenn a mennyben, hanem annál kevésbé neki a szomszédban. Ott egy gazdag nőtlen úr lakik, egy maga 9 szobában. Egyikben ül, a másikban alszik, a harmadikban pipázik, a negyedikben ebédel. Ki tudná, mire használja a többit? Ennek sem felesége, sem gyermeke, hanem van annyi pénze, hogy maga sem tudja, hogy mennyi. Ez a gazdag úr éppen a 8. szobájában ült az este, és azon gondolkozott, miért nincs az ételnek íze. Miért nincs a hillagokban semmi érdekes? Miért nincs a nagy szobákban elég levegő? Miért nincs a ruganyos ágyban csendes álom? Amit ő János mester lakásából elkezdett elébb lassan, aztán mindig erősebben hangzani hozzá a vidámságra ösztönző ének. Eleinte nem akart rá ügyelni, hogy majd vége szakad, hanem amikor már 10-szer is újra kezdték, már nem állhatta tovább a dolgot. A szeretet ünnepén. Igen, János mester a Csizmadia, ugye? Igen, is szolgálat erre a nagyságusra. Tetszik parancsolni egy pár fénymázas topánkát? Nem azért jöttem. De sok gyermeke van kennek. A bizottságos uram, kicsi is, nagy is. Sok száj, mikor evése kerül a sor. Még több száj, mikor énekelnek? Hajakend János mester, én kendet szerencsés emberre akarom tenni. Adja nekem egyet ide a gyermekei közül, én azt ott felneveltetem, gyermekemé fogadom, eljár velem utazni külföldre, lesz belőle úr vagy kisasszony, és a többieken is segíthet. No, válaszom kent közülük hamar egyet, aztán menjünk. Ő Szilárd. Hát, ő jól tanul, ennek vaknak kell lennie, őt nem adhatom oda. Tanna, itt van ez a szép nagy leány, Zita. Ugye leány magának nem kell. Utána pedig igen, itt van Sanyika. Hát, Sanyika már segít nekem a mesterségemben, nélküle nem tudnék meglenni. Őt nem adhatom oda. Utána itt van Jánoska. Hát, ő meg a nevemre van keresztelve. Őt sem adhatom oda. Utána itt van Emike. Ő pontosan az anya formája, mintha őtet látnám. Ő ne legyen többet a háznál. Emese. Hát, ez volt anyának a legkedvesebbje. Ha ezt odaadnám, szegény asszony, megfordulna a koporsójában. De na, itt van ez a két kislány. Hát, ők betegesek, soványkások, őket se adhatom oda. És itt van Dóra. Hát, hogyha ezt odaadom, egy óra múlva úgyis visszahozza, szóval már. Kicsi hördögök és rosszak, mint a tűz. Mint a szél rohannak értelmetlenül, olyan őrült zajra képesek, hogy tőlük zeng a ház, és csak baj csinál, ha az ember nem vigyáz. És ha éhesek, hát éhesek nagyon, mint ha vihar söpörne, fontos dolguk van még legalább. El is álmodozz, soha nem fáradnak el. Nekik egyszerűen mindent látni kell. Megismerni, megkóstolni, kipróbálni mind, amit nem szabad a felnőttek szerint. Mert még elhiszik, ez egy ártatlan világ, és te ott leszel mindig, ha szükségük van rá. Ha bármi baj van, nem sokára játszhatnak tovább,
kicsi ördögöm, és rosszabb, mint a tűz. De csak addig, amíg közéjük nem ül, közelről már másképp látszik, és mindegyikük szép, és mindegyikük egyformán a tiéd. Vigyázz jól, mert mind nagyon figyel. Szelíd szó és egyszerű dal és kenyér az asztalon, mert a éhesek, hát éhesek nagyon. És még elhiszik, ez egy ártatlan világ. És te ott leszel mindig, ha szükség. És még elhiszik, ez egy ártatlan világ. És te ott veszel mindig, ha szükségük van rá. Ha bármi baj van, nem sokára játszhatnak tovább, s elkergeted mindenki bánatát. S elkergeted mindenki bánatát. No, porontyok! Válaszhatok magatok, ha apátok nem tud. Nektek akar elmenni? Nagy úr lenni? Kocsiban járni? Szóljatok, no! Álljon elő, aki akar! Nem lehet. Nem lehet, nagyságos uram. Kérem tőlen akármit, de a gyermekeimet, azokat nem adhatom. Jól van akkor! Tessék, ezt az 1000 pengőt önöknek adom, kedves János. Csak egy kívánságomat teljesítsék. Ne nekeljenek többé! Boldog karácsonyt! Előbb a karácsonyfa, most pedig az 1000 pengő. Majd szépen beosszuk, hogy mindenkinek legyen egy kis apróság. Psszt, meghallja a házjúr. De beszélni szabad, csak énekelni nem. De kár, hogy a Jézuska nem hozott ajándékot. Milyen jó lenne most az ajándékokkal játszani. Én megetettem, és elingatnám a babámat. Legalább énekelhetnénk. Hát énekeljünk. Csit, tudod, hogy nem szabad. Papa megígérte. De a szomszédainknak tetszik az énekünk. A gazdag bácsinak miért nem tetszik? Nagyságos jó uram, istállom alásan, vegye vissza tőlem ezt a pénzt. Hadd ne legyen ennyi. Hadd énekeljek én, amikor csak én szeretnék. Mert az drágább 1000 forintnál. Inkább szegények maradunk, de énekelni fogunk. Mert a szabadon szálló énekszó drágább a világ minden kincsénél. Gyerekek, most már énekelhetünk. Jó napot kívánok! Jaj, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Pont jókor jöttek, énekeljenek velünk. Szávam, unaszávam, unaszávam.
Szegény emberek. Még az ezer pengő sem kellett nekik. Mi lehet az, ami a pénzén is abban boldogít? Annácska, te hol voltál? Felhozom a szomszéd bácsit. Nem baj? Nem, dehogy is. Látom az égból hulló csillagát. Én közönyös idegen, úgy érzem a védtelet. Valahol gyermek sír, és semmi se jó. Oly sok a szenvedés, jó indulat kevés, az ostobasággal szemben védtelen. Világra jövünk valahol, és az élet néha pokol, ha valahol létezel, mondd mi miért. Gyereknek.
nézem a képeket. Miért kell, hogy így legyen, ó Isten? Oly sok a szenvedés, és a segítség kevés. Ha valahol létezel, mondd, miért ürök. Békét adj, Uram, kérlek, a háborgó szívemnek. Békét és reménység.